Sziasztok! Minden, ami külföld, Tomek Noémivel fogjuk folytatni a beszélgetést. A mai nap folyamán a külföldre költözés és az önismeret lesz a téma. Szia Noémi, köszönöm a lehetőséget. Vágjunk is bele, hogy te mit gondolsz arról, hogyha valaki külföldre költözik, akkor mennyire fontos maga az önismeret, hogy tisztában legyen magával. Szia Szilvia, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Hát rendkívül fontos, de egyébként nem csak annak, aki külföldre költözik, szerintem, persze ez lehet az én személyes véleményem is, egyébként szakmai véleményem is, nagyon-nagyon fontos az önismeret, hogy azoknak, akik külföldre költöznek, miért extrém fontos, arra nagyon-nagyon sok válaszom van egyébként. Az egyik és legfontosabb talán az, hogy a legtöbb embernek fogalma sincs arról, hogy hogyan tud reagálni egy komolyabb változásra. A legtöbb ember életében nem történnek nagy változások, akár éveken keresztül sem, hanem a megszokott környezetében, a megszokott emberekkel, a megszokott sémák szerint, a megszokott kulturális közegben, a megszokott szabályok szerint működik minden. És ha valaki még azt mondom, hogy ilyen kalandkereső típus is, akkor is van annyira sok állandó elem az ő életében, aminek is stabilitást adhat, hogy ez mindig ezt a biztonságérzetet nyújtja neki. Na most, ha valaki elmegy külföldre, akkor minden átrendeződik. De szerintem ezt te tudod a legjobban. Igen. Tehát, hogy most vissza is kellene kérdeznem, hogy például neked milyen volt ez a változás, amikor fogtátok magatokat, és egyszer csak mindenkivel és mindennel együtt, hogy akkor most családilag megyünk, és akkor innentől fogva mi Angliában fogunk élni. Ez egy nagyon furcsa változás volt, és köszönöm, hogy visszakérdezel, mert hát visszagondolva ugye itt lassan 3 év telt el, mi nekünk ugye volt egy olyan tervünk, hogy akkor fogjuk magunkat és megnézzük Angliát. Előtte mi kiutaztunk és voltunk Skóciában, Walesben, tehát felmértük a terepet már amennyire lehetett, és ugye 2,5-3 évvel ezelőtt elindultunk egy akkor 5 éves és hát egy 1,5 éves gyerkőccel. Nem gondoltam volna, hogy ennyire nehéz lesz, és itt most nem arra gondolok, hogy ingatlant kivenni, vagy maga ezek a mindennapi dolgok, hogy akkor az ember hogy fogja boldogulni az angol nyelvtudásával, hogy fogják befogadni, hanem inkább nekem anyaként volt elég nagy kihívás, hogy az 5 éves gyerkőc, ugye, aki bekerült akkor az itteni iskolába, nem tudott angolul, nem volt megfelelő angol nyelvtudása, hogy tulajdonképpen mi, mint szülők, én, mint anya, hogy fogok tudni neki segíteni. Nekem ez volt az egyik legnehezebb, és megmondom neked az őszintét, hogy ugye én azóta nagyon sokat foglalkozok az önismerettel, amióta kint vagyunk, és nagyon-nagyon örültem volna neki, hogyha már előtte ezt megteszem, sokat segített volna. Igen, ez egy hatalmas nagy változás. Még az is, hogyha belegondol valaki, hogy egy új munkahely például, hogy milyen izgalommal tud járni. Csak egy új munkahely úgy, hogy ugyanoda megyek haza, és ugyanonnan indulok el reggel. Milyen izgalmat tud okozni az, amikor valakinek változik akár egy település, ahol él, mondjuk Magyarországon belül. Tehát csak költözik. Ez sem szokás Magyarországon. Tehát hogyha belegondolunk abba, hogy mik az úgynevezett magyar szokások, akkor mi inkább azt mondom, hogy egy röghöz kötött nép vagyunk. Nálunk nem az a jellemző, hogy kiveszek itt egy lakást, és akkor mondjuk ott élek és dolgozom 5 évig, aztán megyek tovább, hanem az embereknek a magyar kollektívében, a magyar embereknek a kollektív tudattalannyában, és a tudatos tudatában is egyébként nagyjából az van benne, hogy mi gyökeret vertünk, itt a mi otthonunk, ezt felépítjük, fontos az, hogy nekünk fel legyen építve a saját otthonunk, ugye ezt kaptuk örökül az őseinktől, és ez szerint működünk. Na most ezzel szöges ellentétben van az, hogyha valakinek a saját egyéni szintjén megjelenik az az igény, akár gazdasági igényként, akár egy szívbéli vágyként, akár azért, mert csak külföldön van az, amire ő igazából szeretne rácsatlakozni, hogy ő menjen. Ezzel ellentétben van. Tehát a genetikai mintáink azt mondják, hogy maradj otthon, építs egy jó erős kőházat magadnak, tudod, mint a kismalacos mesében, mert az fog téged megvédeni. És ehhez képest ugye jön az az új világ, amikor egy kicsit ez a mobilitás, a mozgás szabadsága megjelenik nekünk, tehát ha belegondolunk abba, hogy miért van az, hogy ennyire a változatlanságban van bele gyökeresztetve mondjuk ez a nép, az azért is van, mert itt van előttünk egy olyan történelmi éra, amit most semmiképpen politikailag, hanem sokkal inkább társadalmilag szeretnék megfogni, amikor az volt, hogy bemész egy munkahelyre 21 évesen, vagy 18 évesen, vagy 17 évesen, és onnan fogsz kimenni 65 évesen. És aki nem ezt csinálta, az már ugrabugrált. Ugye? És ehhez képest mi az, hogy van Angliában egy tök jó munka, van Új-Zélandon nekem valami, most elmegyek egy évre Japánba. Ez lehet, hogy az egyén szintjén, a saját gondolkodásának a szintjén egy vállalható és egy vágyott dolog. De minden, amit genetikai mintáiban az őseinktől kaptunk, vagy őseitől kapott,
az ennek szöges ellentéte. És ez egy belső konfliktus, amivel nem biztos, hogy tudnak az emberek mit kezdeni akkor, hogyha nincs kellő önismeretük. Ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert szerintem ez tényleg egy nagyon fontos dolog. Bár azt látom, hogy a mostani 20 évesek, nem az én korosztályom, a mostani 20 évesek már ugye sokkal könnyebben veszik ezt az akadályt, mert több lehetőségük volt. Míg ugye nekünk, hogyha lehet így mondani, voltak már lehetőségeink, tehát jóval szabadabbak voltak a határok, de ugye a mi gyermekeink, vagy ugye a 20 éveseket nézve, ők már azért sokkal jobban benne vannak, hiszen a szülőknek már több lehetőségük volt. Szerintem könnyebben veszik ezt az akadályt, de mégis azt látom, hogy még a mai napig a 20 éveseknél is megvannak ezek a berögződések, vagy a nagyszülőktől jönnek, ugye, hogy mondogatják nekik, hogy akkor csak, mit tudom én, rövid időre menjél el, nem lesz jó az a külföld, maradjál inkább itthon. Ahogy te is említetted, ez a bevegyünk ugye egy munkahelyre, ott fogunk dolgozni, tehát, hogy megvannak ugye ezek a stabil alapok, és ugye próbálják ezt felépíteni, de én azt látom, hogy azért már egy picit ez jobb, bár én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy főleg, hogyha valaki külföldre költözik, akkor már tudja azt, hogy mi a célja, és mit szeretne elérni. Így van, ez rendkívül fontos, és még egy gondolat erejéig visszacsatolnék oda, amit az imént mondtál, hogy mondjuk azt mondják a nagyszülők, hogy aj, a külföld ilyen, meg olyan. Igen, ezt mondják, a legtöbben ezt mondják. Lehet, hogy azt mondják, hogy menj el szerencsét próbálni, mert miért is ne, de mondjuk a nagyszülői generációban, a jelenlegi még akár a 20 évesekről is, ha beszélünk, vagy mondjuk akár az én generációmról, ugye a 40-es éveim közepén járok, erről beszélünk, akkor az van a külföldre költözéssel kapcsolatban, a tudatban és a tudattalanban is egyébként, hogy aki elmegy külföldre, és soha többet nem fogjuk látni, mert mi volt 56-ban? Fogták magukat az emberek tömegével, és leléptek az országból, felültek egy hajóra, és elmentek Kanadába, elmentek Ausztráliába, és utána nem lehetett tudni róluk, mert nem volt mód arra, hogy kapcsolatot tartsanak egymással a családtagok. Na most lehet, hogy azt mondja valaki most, mondjuk 21 évesen, hogy ó, hát nem is tudok erről, meg hol érint ez engem, hát ez a nagyszüleim vagy a dédszüleim problémája volt. Aha, az önismereti út pont arra tud rámutatni, hogy mennyi olyan mintánk van, mennyi olyan gondolatunk van a tudattalanunkban, mennyi olyan hitrendszerünk van lerögzülve, ami valójában nem a miénk, és erről a múltkor már egy néhány gondolatot ejtettünk, hanem az őseinké. És hiába gondolok én teljesen mást, hogyha ők ezt adták nekem örökül, a kettő együtt működik. És bennem mondjuk megjelenhet a vágy arra, hogy menjek külföldre, de közben ott van a genetikai mintámban az, hogy ha külföldre megyek, elveszítem a családomat. Konkrétan ilyen hitrendszerek vannak, amiket érdemes megvizsgálni. És ugye azt kérdezted, hogy miért jó az önismeret? Hát ez egy nagyon jó példa rá, egy nagyon jó gondolat rá, hogy olyan tudattalan félelem lehet a háttérben, ami miatt valahogy a beilleszkedés nem megy, vagy amikor maga az ügyintézés történik, akkor rengeteg stresszel jár, felesleges stresszel jár, és mondjuk abban a stressz állapotban indul el valaki külföldre, nem tud úgy megérkezni, hogy azt mondja, hogy halleluja, itt vagyok, hanem ez fogja a fejét, és közben valami belső feszültséget érez, amit megmagyarázni sem tud, és lehet, hogy ez a belső feszültség, ez pont a déd nagymamának a félelme volt azért, mert az ő testvére viszont felült egy hajóra, és elment Ausztráliába, és 15 évig nem is hallott felőle, mert nem lehetett kapcsolatot tartani. Igen, ez egy nagyon érdekes dolog. Én tudod, mit vettem észre? Hogy ugye mindenkinél azért más ez a történet, hogy mi a nehézség, ugye, ahogy akár említetted, hogy nem csak egy külföldre költözésnél, akár ugye hazánkon belüli költözésnél, akár városváltásnál, faluváltásnál, tehát ott is megvannak a nehézségek. Ami viszont nekem a legnagyobb nehézséget okozott, és nekem ezt kellett úgymondván megtanulnom, hogy ez miért van, nekem a kapcsolati rendszer hiányzott. Tehát ugye 39 év alatt otthon azért kialakul Magyarországon egy, most mondhatok egy példát, orvosi kapcsolatrendszer, tudod, hogy akkor kit kell hívni, tudod, kihez kell fordulni, de ez csak egy példa mondjuk az orvosi rész. Nekem például ez az, ami a legnagyobb problémát okozta, hogy nem tudok hova nyúlni hirtelen. És ez olyan feszültség volt bennem folyamatosan, hogy szerintem, hogyha erre azért úgymondván amennyire lehet felkészültem volna, és saját magam fel tudtam volna erre készülni, szerintem ez nagyon sokat segített volna. Igen, és ez, amit te mondasz, hogy egyértelműen a biztonságérzésével függ össze. Az önismereti úton ugye azt tanuljuk meg, és ez az egyik legfontosabb tanulása az önismereti útnak, hogy megtanuljuk azt, hogy az érzéseink azok bennünk vannak, és nem a külvilágtól függenek.
És ez egy nagyon transformáló folyamat, és lehet, hogy most azt mondja valaki, aki nézi, hallgatja ezt a podcastot, hogy ja, de hát ez olyan egyértelmű. Aha, akkor csináld meg. Ugye erre ezt szoktam mondani, akkor nézd meg, hogy hányszor volt olyan az életedben, amikor ez mégsem volt annyira egyértelmű, mert jött valami, és már is kibillent, és azt mondtad, hogy azért, mert az a valami történt. Holott, hogyha önmagunkkal tisztában vagyunk, ha ismerjük saját magunkat, a képességeinket, azt, hogy van bennem egy alapstabilitás, egy biztonságérzés, és bárhol megyek a világban, akkor azt tudom magammal vinni. És tudom, hogy ez a külső körülmény, és az ismeretlen, az nem kell, hogy elbizonytalanítson engem, akkor sokkal könnyebben vagyok. Én ugye nem élek külföldön, de ugye nagyon sokat utazom, és időnként van, hogy egy hónapot mondjuk, nem tudom, Mexikóban töltök, vagy Balin töltök, és teljesen más kultúrába, az egy hónap is elég ahhoz, hogy az emberi lássa azt, hogy mennyire tudok működni egy úgynevezett idegen közegben, vagy mennyire van meg a stabilitásom. És ugye én megcsináltam nem egyszer azt, hogy teljesen egyedül mentem külföldre. Nem volt ott a csoport, akikkel aztán később ugye mondjuk együtt voltunk, hanem csak én voltam ott. És nem foglalkozott velem senki. Felültem egy repülőre, jött értem egy transfer, elmentem, és kerestem egy szállást, vagy elfoglaltam az éppen lefoglalt szállásomat, és hogy ott léteztem. Már egy ilyen helyzetben is meg tud jelenni az, hogy vajon én stabil vagyok-e vagy sem, és ha valami érdekes történik, mondjuk az, hogy bejön egy gekko a szobámba, akkor mit kezdek azzal? Ezek ilyen nagyon bagatell dolognak tűnnek, na de hát ha valaki elmegy külföldre, akkor az ottani természetes dolgok megtörténnek vele, ő meg így meghőköltől, hogy hoppa, ez most mi? És amit te mondasz a mindennapi élethez hozzátartozó ilyen apró cseprő dolgok, hogy van-e akkor házi orvosunk, hogy tudom-e, hogy hol a legközelebbi patika, hogy hol tudom beszerezni azokat az alapanyagokat, amikből szeretek főzni a gyerekeimnek, vagy a páromnak. Vagy van-e olyan baráti társaság, amihez már tudok kapcsolni, vagy egyáltalán hogyan tartom a kapcsolatot az otthoniakkal? Ez egy kardinális kérdés. Sokan nem is veszik egyébként azt észre, mivel otthon vannak, és ott van körülöttük a család, hogy mennyit jelentenek nekik azok az emberek, akik állandóan körülveszik őket. Mert lehet, hogy valakinek a vasárnapi ebéd az már nagyjából itt jön könyökként, jaj, megint el kell menni anyámékhoz, és akkor megint a rántott hús. Na de amikor már eltelt 3 hét, 4 hét, 5 hét, 6 hét, és még mindig nem mehetünk az arra rántott húsra, hát akkor az úgy hiányozni tud. És akkor derül ki, hogy valójában mik az értékek. Most ha a saját értékítéleteinket nem ismerjük, akkor sokkal nehezebb a dolgunk. Tehát az önismeret megint egy választ adjak az első kérdésedre, az például abban is segít, hogy felmérjem a saját igényeimet, tudjam azt, hogy nekem mi a fontos, és mondjuk úgy tudjak elmenni külföldre, hogyha tudom, hogy hova költözök, nyilván tudja, aki valahova költözik, hogy előre már fel lehet mérni ezeket a dolgokat, mert ha valakinek van egy olyan alapbeállítottság, hogy neki a kaja a minden, az van a fókuszban, mondjuk az én fiam pont ilyen, tehát hogy a kaja a minden, akkor meg lehet azt nézni, hogy ott milyen étkezési szokások vannak, milyen éttermek vannak, milyen gyors étkezdék vannak, milyen rendelési lehetőségek vannak, hol lehet kapni a alapanyagot, és hogy tényleg a konkrét példát mondjam, ugye mi onnan ismerkedtünk meg, hogy te voltál a fiam vízumügyintézője az Ausztráliába tervezett utazásával kapcsolatban. Az én fiamnak az volt a kardinális kérdés, hogy mit fogok ott enni, mert ő 19 éves. Neki ez volt a kérdése. És ugye lehet, hogy egy anyának meg az a kérdése, ha beteg a gyerek, hova viszem el? Vagy valakinek, aki sportoló és fitnessmániás, az a kérdése, hogy hol van edzési lehetőségem? És ezek fontosak lehetnek, vagy ha valaki családdal költözik, és a kislánya mondjuk balettórákra járt itthon, akkor már ott azt előre le kell rendezni, hogy ő valahova el tudjon menni, hogy ezt tudja folytatni, hogy legyen az ő életében is az a kontinuitás, az a stabilitás, amiben a gyerek mondjuk ezt a változást meg tudja élni. Úgyhogy ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, igen. Meg én azt gondolom, hogy ami talán nagyon fontos, és ezt szintén saját példából látom, hogy ugye nemrég történt egy olyan szituáció, és kíváncsi vagyok, hogy erre mit fogsz mondani, vagy erre egyáltalán fel lehet-e úgymondván készülni, vagy hogy lehet megerősíteni azt, hogy könnyebben vegye az ember az akadályt. Ugye nálunk nemrég történt egy olyan, hogy a 3 éves gyerkőcnél a mentőt ki kellett hívni, hála Istennek nem volt semmi probléma, tehát nem kellett ugye bevinni a kórházba, összevarni a sebét, de hát ugye mégis anyaként, amikor itt állsz, és azt se tudod hirtelen, hogy mi van, ugye nem a saját anyanyelveden szólal, meg, ez ha tetszik, hanem szerintem akármilyen jó az embernek az angol nyelvtudása okozhat problémát, hiszen egy stressz helyzetben van, és nekem az volt az első, hogy mivel a férjem pont akkor nem volt itthon, és fölhívtam, és maga a szituáció, már tudtuk, hogy a mentők jönnek, tehát már úton vannak, akkor nekem az volt az első teljesen nyugodt hanggal, hogy akkor én haza szeretnék menni.
Igen, igen. Hát ilyenkor ez természetes, hogy bekapcsol. Ugye ezt mondtam a legelején, hogy a változás, ahogyan reagálunk, vagy ugye a változás az mindig egyfajta stressz helyzetet hozhat, még a pozitív várt változás is egyfajta érzelmi stresszt okoz. És az önismereti úton, hogyha előre készülünk arra, hogy igen, el fogunk menni külföldre, hogy ott másképp fognak a dolgok történni, akkor ez azt jelenti, hogy fel tudunk arra is készülni, igen, lesz, amikor stressz helyzetben, vagy nehezen fogok tudni gondolkodni. Tehát erre lehet egyébként különböző ilyen felkészítő gyakorlatokat végezni. Erre tényleg fel lehet készülni, ezért nagyon érdekes. De persze egyénileg kell ahhoz megtalálni, hogy kinek mi a stressz helyzet, és kinek mi az a piros gombja, az a nyomó gombja, ami neki a legnehezebb helyzeteket jelentheti mondjuk külföldön. És erre egyénileg fel lehet készíteni mindenkit. De arra igen, arra előre kell gondolni, hogy én, ha külföldön fogok élni, akkor minden olyan vészhelyzetben, ahol nekem el kell járni, nagy valószínűséggel azon az adott nyelven fognak hozzám szólni, ami annak az országnak a hivatalos nyelve. És nekem ezeket a szavakat ismerni kell például, nekem ezeket a kifejezéseket ismerni kell például, és nem azzal a szándékkal, hogy akkor várom, hogy milyen baj fog történni, hanem egyszerűen azt mondom, hogy a saját nyugalmam érdekében erre felkészülök. Tehát én például, ugye csak megint a kajához csatlakozzak vissza, bár nekem ez nem annyira központi kérdés, de hogy nálam például, amikor külföldre mentem, az fontos volt, hogy átnéztem azt, hogy hogyan mondjam el azt, hogy én nekem vannak bizonyos ételintoleranciáim, és mik azok az alapanyagok, amit semmiképpen nem ehetek, mert nem lesz halálos számomra, csak olyan lesz a szám, mint hogyha fölpumpálták volna. Úgyhogy ezt megelőzendő, mondjuk mielőtt elutaztam, akár Mexikóba, akár Balira, akár mit tudom én, Nepálba, akkor ezekre a dolgokra ránéztem, hogy az adott országban például hogy mondják azt, hogy. És akkor azokat az alapanyagokat megnéztem, és már is nyugodtabb voltam. Ha van valakinek akár egy krónikus betegsége, vagy akár ilyen, hogy allergiás valamire, vagy nehezen visel érzelmileg bizonyos szituációkat, vagy fél valamitől nagyon, akkor azokat érdemes alaposabban megnézni az adott ország nyelvén, és lehet erre különböző ilyen kommunikációs szituációkat végezni. Egyébként az önismereti úton, és akkor lehet, hogy itt egy kurzusban is hangzott, a kommunikációnak rendkívüli fontossága van. Nagyon fontos az, hogy megtanuljunk másként kommunikálni, mert Magyarországon kevesen és kevésbé kommunikálnak szeretetteljesen, sokkal inkább a kijelentő, a parancsoló, a stb. Holott, mondjuk ha, és alapvetően ugye főleg úgynevezett nyugati társadalmakba mennek el az emberek, és költöznek el, ott sokkal inkább jellemző az, hogy tudnak akár asszertíven kommunikálni, akár tudnak erőszakmentesen kommunikálni. És fontos az, hogy ezt meg tudjuk találni, mert megint egy pillanatra visszacsatolok oda, hogy a magyar néplélekben, és nem bántva a magyarokat, hiszen én magam is az vagyok, ezek tények, nagyon ott van ez a megtámadottság energia, hogy ugye jönnek a külföldiek, és jönnek akik átvonulnak az országon, és leigáznak, és romba döntenek, és törökök, és oroszok, és minden, és hogy mi meg vagyunk támadva. És nagyon erős az a kommunikációs reakció, amit esetleg elmondunk, vagy mondunk, vagy kimondunk egy felénk érkező impulzusra. Holott lehet, hogy az nem bántó, csak nem tudjuk, hogy hogyan reagáljunk asszertíven és szeretetteljesen. És ezt megtanulni is nagyon fontos, és ehhez tudnunk kell a saját nyomógombjainkat megint csak. Tehát az önismeret az arról szól, hogy tudom, hogy én ki vagyok, hogy én milyen vagyok, hogy mi az, ami bennem stresszt okoz, mi az, ami engem kiborít. Mert lehet, hogy valakit az borít ki, hogyha bogarakat lát, na most akkor valószínűleg ő nem menjen Ázsiába, meg bogarak tömkelegét fogja látni. Lehet, hogy valaki fél a madaraktól, hát akkor nem menjen mondjuk Ausztráliába, mert lehet, hogy ott fognak neki a papagájok a teraszon reggel üdvözlőzenét adni, tehát, hogy vagy a kígyóktól, vagy a pókoktól, ugye Ausztrália, tehát, hogy ezeket előre megdolgozni, átgondolni, és úgy kiválasztani azt az adott helyet, ahova mennek, amivel tudja, hogy kompatibilissé tud válni. Mert lehet, hogy a mariskának, de neki nem lesz jó. Igen, az az igazság, hogy én azt látom, hogy nagyon sokan ezt nem gondolják végig. Tehát mi is megpróbáltunk egy csomó paramétert figyelembe venni, amikor ugye választottunk országot, hogy hova szeretnénk menni, hol szeretnénk megpróbálni, mert mi igazán úgy vágtunk bele, hogy lesz, ami lesz. Tehát mi nem így indultunk el, hogy akkor most lezártunk mindent, és akkor egy új életet kezdünk. Tehát nem, hanem ugye nem felégetve magunk mögött mindent, hanem ugye egy lehetőséget adtunk, hogy megnézzük ugye ezt az egészet, hogy mi van külföldön, mi van azon a helyen, ugye, amit kiválasztottunk ország. Már amennyire ugye utána tudott így az ember nézni. Mi is nagyon sok mindenre felkészültünk. Viszont én azt látom,
hogy mivel ugye a mai világban már azért sokkal egyszerűbb, jó, bocsánat, nem a mai világban, mert ugye a Covid helyzet miatt azért az utazás az eléggé korlátozott, de így általánosságban nézve a, mit tudom én, 2010-től még jobban ugye sokkal több lehetőség van, ide utazhatunk, oda utazhatunk, repülőjegy, olcsó repülőjegyek, tehát nagyon-nagyon-nagyon megnyíltak a határok, a lehetőségek, és ha jól értem, akkor akár hogyha valaki egy hónapra akar menni, mondjuk legyen Bali, vagy legyen Új-Zéland, vagy bárhova, akkor ott is tanácsolnád mindenképpen, hogy azért az önismeret az kell. Hát szerintem jó az, hogyha tudjuk, hogy mit szeretnénk. Ez az élet bármely területén segít. Ugye én a saját példámból is ezt szűrtem le, én sokféle technikával foglalkozom, de amikor így átfogóan azt mondom, hogy mi is az, amivel foglalkozom, akkor azt mondom, hogy önismerettel. És minden, amit másoknak átadok ebből, az rólam is szól nagyon sok szempontból, és azt kell mondjam, hogy az én életem alapvetően megváltozott. Tehát addig, amíg én nem dolgoztam fel azokat a genetikai mintákat, amikről például így a beszélgetésünk elején már szót ejtettünk, addig én nem tudtam elindulni külföld felé. Tehát volt bennem egy elképesztő vágy arra, hogy én menjek és utazzak és lássam a világot, és én nagyon-nagyon szerettem volna Ázsiába menni, nekem az volt a vágyam, hogy én Nepálba, Bhutánba, arra a térségbe eljussak, és valahogy nem tudtam nagyon sokáig nekiindulni, és amikor az önismerettel intenzívebben elkezdtem foglalkozni, akkor vált ez lehetővé, és azáltal vált lehetővé, hogy azokat a hitrendszereket, amik mondjuk az én nagymamámban, meg a nagyapámban, vagy a nagymamáimban és a nagyapáimban lerögzültek a II. Világháború alatt, azokat fel kellett oldani, mert az ő hitrendszerük az volt, hogy nagyon nem jó külföldiekkel találkozni. Mert akkor jönnek, lesöprik a padlást, megerőszakolják a nőket, és tötörötörö. És lehet, hogy az én elmém ezzel nem ért egyet, de ez egyet ért vele. És könnyű rácsatlakozni olyan hitrendszerekre, olyan kollektív vélekedésekre, ahol mondjuk az ilyen színű vagy az olyan színű emberek problémásak. És akkor mit csinálok, ha elmegyek egy olyan országba, ahol más a bőrszíne az embereknek? Hogy fogok ott viselkedni? Vagy hogyan várom el, hogy velem tiszteletteljesen és szeretettel viselkedjenek, hogyha mondjuk lenézem őket? Vagy egy olyan társadalomban, ahol a multikulti az tök természetes. Hogy akarok én az ítélkezésemmel, vagy akár a nagyszüleimnek a más fajoktól való félelmével elmenni. Tehát, hogy ezek nagyon fontos dolgok, és ez akár egy nyaraláson is megmutathatja magát. Tehát nagyon érdekes, de tényleg. Most belegondolunk abba, és biztos, szerintem, aki most néz, hallgat bennünket, biztos, hogy el tudna mondani X-ön alkalmat, amikor vagy ő, vagy valaki, akivel beszél, az ítélkezett mondjuk egy adott országnak a népén, ahova egyébként elment nyaralni. Ó, hát azok, meg ezek, meg nem tudom. És akkor csodálkozik azon, hogy a szállodai szobájában probléma van, vagy nem tud valamit elintézni. Érdekes módon nekem soha nem volt ilyen problémám külföldön. Hát amikor így elindultam, úgymond utazni, akkor ezek már bennem rendben voltak. Az én hitrendszerem az, hogy ahova megyek, ott szeretettel fogadnak, mert aki idejön, én azt szintén tudom szeretettel fogadni. Hogy nincsen ítélkezésem a bőrnek a színén, vagy nincsen ítélkezésem az, hogy kinek milyen a vallása. Hanem egyénileg vizsgálom az embereket, és a nemzetekben a pozitívumot megtalálni. Tehát ahhoz azt is tudni kell, hogy én ki vagyok, mi vagyok, és mivel tudok kapcsolódni. Ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert nagyon sok esetben látom azt, hála Istennek nem saját példából, de inkább a körülöttem lévő embereknél, vagy akikkel beszélgetek, vagy olvasok ugye sok információt ezzel kapcsolatban. Sok esetben azt látom, hogy a családok azért nem látogatják meg egymást, mert az idősebb rokon ugye hát nincsen tisztában azzal, hogy tudna ugye megfelelően elindulni külföldre. Érted, hogy mit akarok ezzel mondani? Tehát, hogyha már valaki megtette ezt a lépést, mondjuk, hogy X idővel ezelőtt mondjuk elköltözött Új-Zélandra, és családot alapított, és minden happy, és nagyon jó, és tényleg élvezi, szereti, megtalálta a helyét, tudja, hogy mit szeretne, akkor sok esetben azt látom, hogy például a nehézséget az okozza, hogy például egy nagyszülő nem fog felülni egy repülőgépre és elindulni, pontosan ezek miatt, a félelmek miatt. Így van, és az a helyzet, hogy ezeket meg kell tudnunk érteni, amikor ez a helyzet van. Mert nem voltunk az ő életükben, nem éltük meg azt, amit ők megéltek, és nem tudjuk azt, hogy bennük ez a félelem mennyire erős, és mekkora gát lehet azzal kapcsolatban, hogy elinduljanak. Tényleg csak visszacsatolok oda, amit mondtam, hogy a nagyszülői szinten, tehát az én nagyszüleim szintjén is az volt, hogy elmentek a rokonok, és eltűntek az életükből. Tehát aki külföldre ment, az eltűnt, ott nem lehetett tudni, hogy mi van,
a televízióban vagy a rádióban, ugye először még rádió volt, aztán jött a televízió, mindenféle furcsaságot lehetett a külföldről tudni, hallani, és ugye amit tudtak a külföldiekről, az valami teljesen más volt, mert tudtak a németekről, meg az oroszokról. Vagy a határmentiek mondjuk tudtak az adott országnak a nemzeteiről még, akikkel ugye kapcsolódtak a határmentén. És ennyi volt a külföldiekről való tudás. Tehát, hogy én emlékszem arra, amikor a nagyszüleim először láttak életükben fekete bőrű embert. De teljesen le voltak rajta döbbenve, hogy tényleg. Na most ezzel a hozzáállással és ezzel az élettapasztalattal ők nem ültek volna föl soha egy repülőre, igen. És nem is szabad tőlük elvárni. És akkor azt mondom, hogy milyen jó, hogy az van, amit most mi is csinálunk egymással, mert ez talán jobban átmegy, hogy egy zoomolás, vagy egy videócsát, egy mobiltelefon videó, és akkor már lehet tartani a kapcsolatot, tehát nem az van, mint régen volt, lépegettünk ugye folyamatosan előre ez ügyben a technikának hála, tehát ez egy nagyon jó oldala a technikának, de azért az, ami a szívek mélyén van, és az, ami a genetikai mintázatban van, az jelenleg még ott van. Tehát azon átlépni nem nagyon tudunk, azzal tudunk foglalkozni, és felül tudjuk írni. És erről szól az önismereti út. Hogy mi már ne legyünk ilyen korlátok közé szorítva, hogy csak egy helyen, csak egy módon, vagy félelemben, vagy megtámadottságban, vagy üldözöttségben, vagy kirekesztettségben, hanem elfogadásban, békében, szeretetben lehessünk olyan emberek, akik bárhol a világ bármely táján jól tudunk fejlődni, és nem azt gondoljuk, hogy amikor ide jövök, akkor nekem csak bizonyos korlátozott lehetőségeim vannak. Nem tudjuk azt, hogy bármi lehetséges. Akkor összegezve úgy gondolod, hogy maga az önismeret az nem csak ugye a külföldre költözésnél, de hogy nagyon fontos, ha ugye külföldre utazás vagy külföldre költözés, akkor mind a két esetben ugyanúgy javaslod, hogy azért az ember legyen önmagával tisztában, és hát legyen meg ugye az önismeret, akár erre készüljön is fel órák keretében, és vegyen igénybe segítséget? Én egyértelműen ezt vallom, és persze mindenkinek van szabad akarata és választása. Az biztos, hogy aki kellő önismerettel indult neki egy ilyen változásnak, vagy utazásnak, vagy egy ilyen új életszakasznak, annak teljesen más megélései vannak, mint az, aki csak és kizárólag arra koncentrált, hogy akkor vízumot elintézzük, akkor a pénzt összeszedjük rá, akkor szerzünk oda a munkát, és akkor majd csak lesz valami. Ez a majd csak lesz valami, na ez az a rész, ami nagyon más tud lenni akkor, hogyha valaki tudatosan tervez, és tudatosan önismerettel felvértezve indul el életének a következő nagy kalandja irányába. Köszönöm szépen akkor, Noémi, a beszélgetést. Reméljük, hogy tetszett, reméljük, hogy sok információt átadtunk. Amennyiben úgy gondoljátok, hogy szerintetek is fontos az önismeret, hamarosan jelentkezni fogunk akkor Noémivel, hogy milyen lehetőségeitek vannak, és hol tudtok segítséget kérni. Köszönöm szépen, Noémi, további szép napot kívánok neked. Én is köszönöm.